Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Hát tulajdonképpen nem túl szépek ezek a képek, valami nyomasztja őt. A felhő azt jelenti, hogy nem tud fontos döntéseket hozni jelenleg. Hiányzik nála ez a tiszta gondolat. Azon kívül a felhő azt is jelenti, hogy vannak kapcsolatok nála, ami számára átláthatatlan, vagy benne van egy bizonyos helyzetben, keres egy kiútat, de nem tudja, hogyan tovább. És itt ez a kártya jelenti a vitákat, a veszekedéseket, a félreértéseket, vagy azt, hogy valaki megbántotta őt, és nem tudja, hogyan tovább, vagy az is lehet, hogy ő bántott meg valakit, vagy ő megbántott téged, de nem tudja, hogyan lehetne bocsánatot kérni, hiszen nincs meg nála ez a tiszta gondolat, minden olyan beborult. És hogyan érzi magát? Ott, ahol az ekerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Lehet, hogy vannak nála ilyen félelmek, fél attól, hogy szimbolikusan az ekerek eltávolítanak téged. Más szóval, hogy elveszít téged. Az is lehet, hogy megvan nála ez az érzés, hogy szerencse lesz, minden jóra fordul, de mégis ott vannak a közelben az egerek, és elrabolják ezt a szerencsét. Nála vannak problémák, viták, veszekedések, nem tudja hogyan tovább, megvan a bizalom, hogy minden jóra fordul, hogy szerencséje lesz, de az a tapasztalata, hogy eddig ez a szerencse még nem köszöntött be nála. És mit fog tenni? A gyermek az jelenteti a gyermekeket is, vagy az ő ártatlanságát. A gyermek jelenthet egy új kezdetet, és a halak itt a közelben jelentik a pénzügyi dolgokat, vagy a munkát, a hivatást, lehet, hogy ott lesz nála egy új kezdet, és a problémái a munkahelyen vannak. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy, számára megbecsül téged, látható az ártatlanságod, és egy új kezdet. Mi köt össze benneteket? A változások. A gólyák jelentik a változásokat, amit a gyermek és a gólyák még jelenthetnek egy kisbaba születését. Nála vannak félreértések, nem tudja hogyan tovább, szeretne változásokat, hogy végre szerencséje legyen, de az egerek állandóan eltávolítják ezeket a lehetőségeket. Ami kettőtöket összefűz, az szép, az nagyon jó. Itt van a megbecsülés, az ártatlanság, egy új kezdet, a változások, egy új irány, vagy egy kisbaba születése. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!